Az elmúlt 25 évben nagyon komoly fejlődési pályát írt le a társaságunk, és ha értékelni szeretnénk ezt a negyedszázados tevékenységet, akkor azt tudjuk mondani, hogy az alapításkor kitűzött célt, miszerint a kis- és középvállalkozások forráshoz jutását a társaságunk biztosítsa, azt elértük. Egy ember életében az első 25 év az a gyermekkor és a felnőtté válást jelenti. Ez nem volt másképp a Garantika életében sem. Ez egy dinamikus, növekvő időszakot jelentett. Aki ma a piacon, a magyar piacon a kis- és középvállalkozások finanszírozásával foglalkozik, az a partnerünk. Tehát a legszélesebb szövetségben dolgozunk. Az együttműködésünk 25 évre tekint vissza a Hitelgarancia Zrt-vel. Az elmúlt 25 év nagyon sikeresnek mondható. Azt gondolom, hogy kitűnő együttműködés jellemzi a kapcsolatunkat, mind vezetői, mind munkatársi viszonylatban. Nyitottság, rugalmasság jellemző erre a mindennapi viszonyra. Az elmúlt évtizedben azt gondolom, hogy a Garantika a mi vállalkozói körünknek, azoknak a kisvállalkozóknak, akiket vidéken, helyben kiszolgálunk, igen jó szolgáltatást nyújtott, igen jó termékeket kínált, segítve ezzel az ő hitelezési céljaik megvalósulását, megvalósítását. KKV önmagában egy nem egységes szektor. Itt nagyon sok kis szereplő dolgozik ebben a szektorban. Mikro és kis vállalkozások tízezreit juttattuk beruházási hitelekhez, de még inkább működő tőkéhez. Az ERT nélkül nem valósult volna meg sok olyan beruházásunk Siklóson, Esztergomban, ami pont ennek a szállodának az extremitását, kuriózumát adja. A KKV-kban van a jövő lehetősége. A piaci környezet, a gazdasági környezet, a kamatkörnyezet nekik kedvez. Az ő részükről a hitelezés felfutása várható. Jövőbeni célunk szerintem az, hogy közösen tudjuk mind az adminisztrációt csökkenteni, mind pedig azt elérni, hogy nagyobb ügyfélélménnyel, akár a digitalizáció útjára lépve tudjuk egyszerűsíteni és gyorsítani a hitelkéremeknek a befogadását, és mondjuk az igennek vagy a pozitív döntésnek a kommunikálását az ügyfél felé. Célunk, hogy minden mikro, kis és középvállalkozás részére támogatást tudjunk nyújtani, mellé tudjunk állni, aki tud és akar fejlődni, és ehhez finanszírozási forrásra van szüksége.